Szia! Gyerekkel nyaralni nehéz. Ne aggódjanak, nem feltétlen magamra gondolok, velem tényleg nehéz. Azta! Azta! De gyerekkel nem feltétlen, sőt, bőven lehet ez életre szóló remek móka is, nekik is, nekünk is. Valami ilyesmi lehet az arcpolitikája a Kolping Hotelnek, vagyis Bobó országnak. Ebben még néha belezavarodok. A Kolping Hotel a mozgalomhoz hűen a családot teszi a középpontba. Az első gondolat a 90-es évek elején fogalmazódott meg, hogy kellene Magyarországra is egy igazi, ízig-vérig családbarát szálloda. 1996-ra már nyíltak is a kapuk, és elkezdődött valami egyedülálló, ami csak nőtt és nőtt az évek alatt. Ma már 10 hektáron terül el a szálloda, Erzsébet, István, Gizella, Ulrich nevű házak terülnek el a birtokon, külön tematikákkal, vannak bioházak is, csendes fürdő csak felnőtteknek, rengeteg játszórész, program. Nem is fogunk mindent kipróbálni és meglátogatni, arra nem elegendő ez a közel fél óra, de amit lehetséges, azt megnézzük. Irány Bobó ország, vagyis a Kolping Hotel, ma már 4 csillaggal. Alsó Páhok a helyiek mondása szerint Hévíz elővárosa. A hotel, mint említettük is, már hatalmas területen fekszik el. A vendég elsőre a recepcióval találkozik, ami külön épület. Ide érkezik minden látogató. Majd fel a lépcsőn, és itt is van a másik központi épület, amiből az István vagy a Gizella házba tudunk eljutni közvetlenül. Amikor jöttünk fel a lépcsőn, feljöttünk a lépcsőn, megálltunk, így van. Elnéztünk így, jobbra. Így van, és láttuk az uszodát, családi fürdőt, spa, wellness. Azt követően jönnek szépen egymás után felfűzve a lakóépületek, Ulrich ház, Gizella ház. Mindegynek külön neve van. Így van, védőszentjeink vannak, szigorúan ezek nagyon jó szolgálatot tesznek, értünk. Van a központi épületünk, ahol a nagy éttermünk, Bobó ország. Ez az, és az itt vagyunk most, így csak van. Egy folyosó. Így van, azon jövünk, egy folyosó jövünk ki. Össze van kötve a szálloda összes épület a fogadó épületen kívül, tehát a 10 hektáron belül. Lényegében nem is kell, hogy az épületekből kimozduljanak. Szóval, ha jól értem, hogyha mondjuk tél van, mínusz 10 fok, nagyon hideg van, akkor felveszik a fürdőköltöst. Köntösbe, végig tudok úgy menni az egész épület komplexum, hogy nem kell kimennem a mínuszokba. Így van. Most nálam leginkább azon van a hangsúly, hogy mitől családbarát egy hotel. Mi mindenben kell jeleskedni ehhez, hogy ki lehessen mondani, bizony a Kolping az családbarát. A családbarátságot igazából egy működés közben lehet megismerni. Ténylegesen felvállaltan mindenben a családok szolgálatát, és itt a szolgálat szót szeretném kihangsúlyozni. Tehát az, hogy most van egy kis gyerekjátszósarok a pince szinten, van két etetőszék, és van valami akármi, vagy például, hogyha a szülők, és mindig elmondom, mert nekem ez egy ilyen, hogy mondjam, drámai helyzet, hogy 10 éves korig a gyermek ingyen, ha a szülőkkel alszik egy szobában. Na most elmentünk nyaralni, pihenni, biztos, hogy egy pár szülő vágyik arra, hogy a lábánál vagy köztük szuszogjon a gyermek, de igen, szerintem ők vannak kisebbségben. Én azt gondolom, hogy a pihenésnél mindenkinek meg kell legyen a privát szférája. Nagyon fontos azt, és ettől is vagyunk családbarátok többek között, de ez csak egy szösszenet ennek, hogy nálunk van egy szülői hálószoba, ahol ha végre pihentek a szülők, akkor egymásra találhatnak, mert lehet, hogy hétköznap a rohanásban nem találnak egymásra. De van külön a gyermekeknek is értelemszerűen kialakítva a gyerekszobájuk, és ez ilyen értelemben fontos. Alapvetően ugye mindig a családbarátság alatt nagyon valóban a gyermekeknek a szórakoztatására próbálna fókuszálni, hogy ezt, igen, ez fontos, nyilvánvalóan, de szülőknek úgy szintén, tehát rengeteg nagyon aktív programunk van, tehát próbáljuk azt a egészséges arányt belőni, ahol a szülő a gyermekkel közösen, külön csak a gyermekek, hiszen a gyermekek is barátokat kell, hogy szerezzenek, ismerkedni kell, új élmények, nem kell, hogy folyamatosan babusgassa a szülő bizonyos értelemben. És a szülőknek is kellenek azok az idők, amikor el tudnak menni közösen egyet úszni. Egy kicsit, igen, és akkor ott vannak az óvonnénék. Így van, és aztán tudnak arról is beszélgetni, hogy mi van veled, hogy érzed magad, és nem arról, hogy feladtad a csekket, elvitted a nem kihúztad tudom, kihúztad a vasalót. Így van, és hogy bezártad az ajtót, mikor elértünk pihenni. Tehát, hogy ténylegesen egy kis tartalmat adni ennek az együttlétnek, és azt gondolom, ez nagyon fontos. És ezért például, mivel ezt azért úgy gondolom, elég jól megvalósítjuk, nagyon hálásak a vendégek.
a madácsi csergés is. És madácsi csergés, igen, mert átértünk Úrik házunkba, ahol egy erdőbe járunk. Van egy gyökérszint, egy lombkoronaszint, most mi jelen pillanatban pont itt a fatörzsek között mászkálunk, és itt is délelőtt folyamán madarak csicseregnek, fönt a lombkoronaszint egy szinten följebb, ott madárkák vannak és különböző játékok, errefelé ugye fatörzseket látunk, de itt is vannak bizonyos játékok. Így van, és ott vannak a hangyák, ott van a sünig, és egy hatalmas giliszta, bravo, ami piros, sárga és óriási, legalább 6-7 méter hosszú, amit nagyon szeretnek a gyerekek, mert arra ráülnek, és ott játszanak vele. És megint azt hinném, hogy eltévedtem. És nem is a segítség, így van. Bármilyen, akkor egyből megjelenik a segítség. És ugye itt már látszik, és ismét, hogy tovább, így van. Ugye most tovább érkeztünk az Úrik házba, az a 17-es, így van. Itt vagyunk, ugye Gizella házba jöttünk. Ez a 10? 5-ös volt. És onnét érkeztünk át ide az Úrik házba, és haladunk lényegében a családi wellness és a spa felé. Még a wellness kicsit később jön. Inkább egy picit térjünk vissza arra, hogy a házak tematikusak. Erdő, hajó, közlekedés, minden szint más és más, a folyosókon kis játékok elrejtve, hogy tényleg méterenként éri a piciket és persze nagyokat valamilyen inger, valami játék. A számokról annyit, hogy az 5,4 hektáros területünk az megnőtt 10 hektárra, a lakóépületek száma is szépen növekedett, összességében 138 lakóegységünk van most. Ez azt jelenti, hogy ha nyáron teljes teltházon kiságyak, pótágyak, akkor közel 500 vendég, vagy akár 500-at meghaladó vendég van a házba. A gyermek rekord létszámunk tavaly évben, most remélem nem mondok rosszat, 254 gyermek volt egy időben a szállodában. Ezt ugye el lehet képzelni. Ehhez tartozik durván 20 óvónő, sportanimátor és animátor a nyári időszakban, de évközben is 7-8-al dolgozunk folyamatosan, ők állandó alkalmazottaink. Van egy nagyon szép gyógyászatunk, fürdőrészlegeink, ilyen rengeteg vendég, aki szívesen eljön hozzánk, úgyhogy hát ez a 20 év lényegében tényleg egy folyamatos fejlesztés se volt a szállodának, és hát éppen most idén fejeztük be a központi épületünk éttermének a felújítását is. Csak kétféle szobát lesz időnk megnézni, amiben továbbra is azt kutatom, hogy ez a családbarát fogalom miképpen tud megvalósulni a szobákban. Hol vannak azok a kis apróságok, vagy épp a nagy dolgok, amik kellenek ehhez a címhez? Mert még bőven tudunk mit szemezgetni ebből a családbarát címkéből. Önvilágosság, hova érkeztünk? Milyen féle fajta szobában? Hát ez most egy családi apartman, ebből van a szállodában legtöbb. Uh-huh. És amikor ott a családbarátság, amire beszéltünk, hogy szerintünk ugye ez mit jelent, a kialakítás tekintetében ez itt azonnal nagyon jól látszik, van egy önálló szülői hálószoba. Belesek jó, a biztonság kedvéért. Egy terasszal, így terasz, van. Dupla ágy. Jó, ez tévével. Mondhatjuk, hogy így van, amit ugye elvárnak a vendégek napjainkban, természetesen a wifivel kiegészítve, ami plusz talán az a szerelmes idézet, ugye, hogyha apukának nem jutna valami eszébe, akkor csak tündéri alakod minden porcikájából édes mámor árad, mely vad indulattal és olyan érzésekkel tölt el, melyeknek nem tudok nevet adni. Így és még van, lehetne folytatni. Lehetne folytatni, és a lényeg az, hogy ez itt szépen egy ilyen becsavarodás, tehát a végére szerintem mindenki elszédül. Ez is valahol a cél. Ugye van egy előtér, ahol a gyermeknek az étkeztetése történik, itt van szépen bent egy etetőszék, ez minden egyes apartmannak a része. Üvegbor azért. Egy üvegbor, igen, jubileumunk van, úgyhogy bekészítésként meglepjük a vendégeket. Plusz a sajátossága, meg az étterem igazgatónk, illetve jó magam házasítottuk. Jó. De a bor az nem a miénk, hanem Légli úré. És akkor itt egy kis konyha, ugye? Így van, egy kis konyha, ahol lényegében a gyermekeknek az ellátása biztosított. Nagy gabrok felület, így van, babakocsi szintén része. És mi, hogy most ikrek jönnek ebbe az apartmanba, ezért van még egy babakocsink is. Ugye baba ápolás, ez nagyon fontos, pelenkázó, és ehhez minden meglegyen. Természetesen a gyerek ne érje el a krémeket, az ugye oda kerül föl. Van egy nagy családi... Ha jöjjön a fürdőbe, én is jövök. Jó. És akkor, ugye én bejövök, nekem nincs gyermekem, ezt be kell vallanom. Szóval, hogy én bejövök, és akkor mondom azt a furcsaságot, ami nekem mondjuk furcsa.
Nyilvánvalóan itt a zuhanyzó. Számomra, gyerek nélküli aglegénynek, teljesen indokolatlan az ott. Így van, pedig az oka nyilván... Mit kell tudni, kérlek? Oka megvan, ugye, tehát a... ami itt nem látszik, ugye, hogy itt van egy szép nagy babafürdető kádunk, a babafürdető kád kerül ide, és a babafürdető kádnak a feltöltéséhez szolgál ugye ez a tusoló. Majd miután megfürdették a babát, ide ki tudják a koszos vizet ugye önteni, minden felszerelés, minden egyes apartmanban gyönyörű szépen be van készítve. Ha a gyermek nem tud fölülni egyedül a vécéhez, akkor van fellépve, nem éri el a mosdót úgy szintén. A tusoló mérete úgy van kialakítva, hogy anyuka a gyermekkel, vagy apuka gyermekkel be tudjon férni, tehát 90x120-as méretét, tehát a reggel indulásnál is azért van a dupla mosdó, hogy a szűk keresztmetszetet, így van, azt egy kicsit le lehessen. Mutattál még valamit, hogy ez nekem nagyon tetszett. Ja, a nagy titkok, persze. Nagy titkok. Ez azért nagyon is fontos, ezt hadd mutassam meg, hogyha itt lekapcsolom a lámpát. És a mellette lévő ég, így van egy kis hangulat. Azért lehet romantikázni ott az majd. Igen, hangulatvilágítás, de szeretnénk azt is, hogyha éppen a szülők a hátuk közepét nem érik el, akkor segítsenek egymásnak megmosni, ez egy fontos. Egészen pontosan. És akkor most jön a gyerekszoba, aminél ugye igazán ki fog derülni a... Igen. Még ezen túl is. Így van. Ugye, hát itt nagyon fontos volt ugye az, hogy... a különböző korú gyermekek megfelelő módon kerüljenek elhelyezésre, ugye itt is rengeteg kívánság volt korábban megfogalmazva a szülők részéről, szeretnék a gyermekkel aludni, szeretném, ha a gyerek nálam aludna, és a többi, és a többi, és a többi. Ezeket összejöttük, és akkor ebből próbáltuk összerakni a gyermekszobát, így most van a nagyobb gyerekeknek emeletes ágy, ők alhatnak itt fönt, az a gyermek, aki éppen még nem teljes biztonságban alszik önállóan az ágyon, hogy be lehet fektetni, hogy ott védi egy rács, így van. Erről beszélünk, hogy véletlen lehessen, akkor így van, a szülő is ide be tud feküdni, vagy egy nagyobb gyermeknek szintén van, illetve itt most ugye látszik éppen, de ha jól látom, ikrek fognak érkezni hamarosan. Az pedig ezek a kis gyermek kis ágyak, amik normál esetben össze vannak hajtva, vagy szintén a szobának a részei, ezek ebben a pillanatban felállításra kerülnek, és aztán ide jönnek majd a törpék. A szülő azt szeretné, hogy náluk aludjon a hálószobában, akkor pedig nem kell cipekedjenek a szobaszülőink, hanem csak fogják és áttolják ezt az ágyat. Tehát igyekeztünk mi, hogy rettentő sok dolgot kell egy családnak előkészíteni, tényleg az egészet úgy megszervezni, hogy egyrészt a munkatársaink se őrüljenek meg, mint az elmúlt 15 évben, és egyszerűbb legyen a munkájuk, tehát a felújításnál ez is egy komoly szempont volt, illetve hát, hogy a szülők és a gyerekek jól érezzék magukat. Akkor ami még talán különleges, egy baby floor rendszer, ami itt az összes családi apartmanban megvan, tehát a szálloda teljes területén, a 10 hektáron a szülő bárhonnét mobiltelefonon bele tud hallgatni a szobába, illetve ha sír a gyermek, akkor azonnal fölhívja a szülőt, ha éppen most egész területen, nem tudom, egy külön kód alapján csak ezt hallom, hogy szépen így technikailag ez ki van találva, kivitelezve. Persze lehet jönni kettecskén is, nyilván. Egy kellemes évforduló, például itt. Nos, ez egy másik típusú apartman. A családitól egy kicsit azért eltérő. Ugye úgynevezett luxus apartmanunk, Rurikházban 4 ilyen apartman van, ami hát lényegesen nagyobb légtér, dupla terasz, és hát egy-két olyan plusz, aminek az érülnek a vendégek. Van egy nagyon szép nappali, látványkandalló. De innen hiányzik a gyerekszoba. Igen, ugye? Ez alapvetően pároknak. Meg a gyerekbarát. Így van. Itt ugye ez az, amiről ugye beszélgettünk, hogy azért lehet hozzánk érkezni gyermek nélkül is. És aztán amikor ezzel úgy találkoznak itt a párok, akik eljönnek, vagy wellness vendégek, gyógyvendégek, akkor erősen meglepődnek. Igen, hogy wow, hogy ez teljesen más. De ott szívecskék vannak madárkákkal a falon, ott is egy üveg bor, ahogy mondtad, egy látvány, kandalló. És a szófa. Jó, és akkor ez a nappali, ezt így mondhatjuk, nappali, ott volt a mosdó. Van, ott van egy külön egy van, még egy hatalmas nagy gardrób. És akkor ez a másik oldal pedig a hálószoba, ahol szintén van egy tévé, van egy kis iPhone dokkolós mini hifi. Zenehallgatás. Mindenki hozhatja saját kis
muzsikáját, és hát van egy nagyon nagy... Ez a hangulat fürdő? Így, vagy van egy nagyon nagy fürdő, szintén elférnek a párok akár a kádban, vagy a nagy tusolóban. És ez így az egy tényleg egy szép, kényelmes... Négyzetméterben? Csak így nagyságrendileg ez hol hát lehet? Hát 45 négyzetméter így minden együtt, a teraszokat nem számolom hozzá, az meg a még plusz meg ugye a dupla terasz. Van, szóval, igaz csak, zárójelben jegyzem meg apró mosolyjal az arcomon, de úgy gondolom, család alapításra is megfelelő, mondjuk ez a szoba. Ígértem a wellness-t és a beauty-t. Itt is vagyunk, és kapaszkodjanak meg a fotelban, mert őrületes dolgok történnek itt. Na és akkor melyik szín legyen, Nóri? Hát, ezt szerintem. Jó. Köszönöm. Csokis arcpakolás és masszázs. Ugyancsak gyerkőcöknek, vagy felnőtteknek. Ide csücsüljük fel. Őrületes, nem? Kedvet kaptam én is, elnézést, de muszáj kérnem nekem is egy arcpakolást, hát ha megfiatalodok. Mi fog most történni? Izgulok. Ne izgulj, egy arckezelésen veszel részt, egy tonikkal fogom áttörölni az arcodat, majd a végén pedig felrakunk egy maszkot. Mária Tövis, Csalán, salaktalanító maszk. Aha, ami... Ami tulajdonképpen elősegíti a bőr méregtelenítési folyamatait. Most ez így szerintem pont a megfelelő lesz te neked. Három generációs szálloda vagyunk, tehát ezt a spáról is elmondhatjuk. Ez azt jelenti, hogy mind a nagyszülőknek, mind a szülőknek, mind a gyermekeknek tudunk egyfajta kezelést nyújtani. Talán azzal kezdeném, hogy van egy saját furtkutunk a kertben. Ebből a furtkútból 320 méter mélyről termálvíz tör elő. Ez a termálvíz tökéletesen alkalmas arra, hogy mozgásszervi megbetegedéseket, reumatikus megbetegedéseket gyógyítsunk vele. Erre a vízre alapozva kínáljuk nagypapáknak, nagymamáknak a tradicionális hívízi gyógykúrát, többek között az iszappakolást, a súlyfürdő kezelést, a különböző masszázsokat, elektroterápiát, hidroterápiát. Végig futunk így, hogy akkor vannak különféle fajta masszázsok, ugye? Igen. Akkor van pedikűr, manikűr. Igen, tehát a beauty-nak a másik vonala az arckezelések. Az arckezelés, igen, ez egy része, ez nem egy arckezelés, de ez egy része az arckezelésnek, ezen kívül manikűr, pedikűr, és fodrászat is van, igen, a házban, igen, és igen. És akkor vannak ezek az egészségügyi lehetőségek, amit beszéltünk, és a furtkútnak köszönhetően. Igen, ugye? Így van. És tényleg olyan kellemes, hogy már fura, mintha történt volna valami. Egészségedre. Köszönöm, ez tényleg nagyon jól esett. Most akkor nézzük meg az éttermet. Na jó, hogy látszik, ehhez már öreg vagyok. Vagy kövér. Jó, ez nem jött össze, úgyhogy én akartam. Megvan az első szökevény az óvodából. Szia! Szia! Megérkeztünk az étterembe. Mesélj már nekem most, hogy így ilyen bénán megérkeztem. Mit kell tudni az étteremben? Hát zárva. Ember. Igen, zárva, még zárva van az étterem, azért tudta itt beszökni. Igen. Ez a gyerekeknek készült, hogy talán ez is egy kis élményt ad nekik, hogy nem biztos, hogy van még olyan szálloda, ahol úgy tud megérkezni a gyerek az étterembe, hogy csúszdán. Csúszdázik egyet. Így bejön. Hát most kint elég meleg van, de nem baj, strandidő van, vendéglétszámon meg is látszik, egy olyan jó 450 vendég van már jelenleg is, tehát abból van egy olyan jó 220 gyerek, úgyhogy ezt hogy oldjátok meg? Főzni. Hogy ez hogy működik, tudod, hogy a svéd asztal, ugye svéd asztalra igen, mentek igen. Ilyenkor, gondolom, egész hogy évben, a la carte nincs. A la carte ebben az épületben nincs. Ebben az épület, a kintiben van, igen, igen. De itt nincs. Itt nincs. Itt a svéd asztal van. Így van. Hányféle fajta ételt kell elkészíteni 450 főre? Vagy érted, hány fogás, hogy ez hogy megy, mire figyeltek, ez hogy néz ki?
Hát arra próbálunk figyelni, hogy minden elég legyen, de most egy viccet félretéve egy négyféle főétel van, ami húsból vagy halból készül, és akkor ezt egészítik ki a vegetáriánus fogások vagy az előétel, azon kívül van háromféle leves, mellette vannak a hideg előételek, illetve a salátabüfé, tehát ez... Hát leselejteztünk pár darab lábost, és akkor ide tettük, mert... Micsoda? Kellett a festőnek egy kis munka, ez a gyerek törzsasztal lesz, majd 3/4-6 körül meg lesz szépen terítve, jönnek a gyerekek, reméljük, hogy jönnek. És akkor ők ide beülnek, ide és így válogatnak, hogy kitáláljuk nekik az ételt, és akkor mehet egy kört. Lehet, hogy majd egy kicsit modernizálva lesz idővel, hogy nem tudom, vonat viszi, vagy űrhajó. Például, hogyha ide most felnézünk, akkor itt ugye végig ilyen kis serpenyők vannak, vagy ez egy közös termék? Ez egy közös, igen, hát ez nem egy embernek a munkája, vagy a szellemi ötlete. Sokan dolgoztak rajta. Például, nem tudom, születésnap van valamelyik lurkónak, és pont itt vannak helyben, igen. Akkor ez nyilván úgy van, hogy így leszólnak nektek. Születésnapi csomagajánlatunk, ami ugye díszterítést tartalmaz. Szobai dekorációt, szobába ünnepi bekészítést, meglepetést a gyerekeknek, hol egy ilyen születésnapi édességtölcsért, vagy hát ilyen nyári időszakot kivéve azért trüffel variációt is szoktunk készíteni nekik, illetve az, hogy ha kéri a vendég, és 3/4 hét körül itt van, akkor jön a bobó, bejön ilyenkor az éjszakai szállásáról, igen. Igen, és akkor ő viszi ki a születésnapi tortát a gyereknek, ha ezt igénylik. Bobó, meg Bobó ország, és még nem is találkoztunk Bobóval. Ezt pótolnunk kell most és azonnal. Bobó, mások is köszöntenek téged, nézd ide. Szia. Eljöttek ide forgatni. Gondolkodtunk azon, hogy mi legyen a kabala állat, valahogy beugrott ez a Hugo a vízió, nem tudom, mint egy örök klasszikus. Volt egy beszélgetés, és akkor jaj, mi legyen, között, legyen így ez? Van, és aztán hát mondta ez a Hugo, ez így nem, de a vízió arra, hogy nem tudom, bele se gondolt, hogy milyen veszélyes állat mondjuk, ugye. Tehát több halál van Afrikában vízió balesetben, mint oroszlánból. De barátomnak viszont született egy lány, aki Bobó volt, és aztán ugye a Hugo átment rögtön Bobóba, maradt a víziló, és aztán 20 éve velünk van. De ez a születés valódi története, az igazi története, az pedig már egy mesekönyvben meg van fogalmazva, ott van a recepción, Boldizsár Ildikó, a meseterapeuta írta. Bobóról már szól mesekönyv is, és a szállodának Guinness rekordja is van víziló plüssállatka kategóriában, ha éppen lenne ilyen, vagy ha van. Szóval ez a rekord az övék, ez hivatalos. De játszunk már egy kicsit mi is, jó? Igazgató úr. A 10 hektáros területen, és most tényleg csak nagy vonalakban, van kalandpark. Lehet gokkárdozni. Hogy kell fékezni? Vagy ha más nem, ijeszkodni. Jó, tartom, nézzük annyi meg, ugye jó valató, ugye, így kell legyen. És akkor? Hárommal kell fogni. Hárommal? Hogyan? Nem jó? Na, ez az. Kezdődik. Na, szóval így igen. Hú, de mellé ment. Ha? Ilyen közelről lehet mellé lőni. És akkor így. Igen, így sokkal nagyobb eséllyel indulok egy... Igen. Azta! Hoppá! Na, ez meg fölé. Most hagyom abba. De. Lőttem egy közepet. Most, ez elég is volt nekem. Igen, ezt meg kell. De még megvárom. Lőtt szét az íjam. Igen, most kerekbe a harmadika már legalább sikerült. Remélem nem csak nekem jutott eszembe Kevin Costner Robin Hoodja így hirtelen. Korunk egyik a sok közül kezelhetetlen betegség az allergia, és sok gyerek is szenved allergiában a sok felnőtt mellett. Itt ülünk a biofalunak az egyik bioház teraszán. 12 házból álló épület együttesről van szó. Gyakorlatilag egy kis időutazásba is részt vehet az, aki
baráti társasággal vagy családdal ellátogat ide. Itt több generáció gyakorlatilag egy nyaralót tud magának önállóan kivenni, önellátóan vagy akár félpanziós ellátásban. Tehát láthatjuk, hogy egy picit tradicionális az építészetet illetően is. Tájházi jellege. Tájházi jellege van, abszolút. Hangulata nagyon, nagyon pozitív, és hát egy gyönyörű kert veszi körül egy parkosított madácsi csergés, ezt halljuk is, hogyha... Igen, ez bőven nagyobb. Azt mondtad, hogy biofalu, bioház, mitől? Mitől bio? Gyakorlatilag egyre többen szenvednek valamilyen fajta légúti allergiában, és sok esetben ezek a betegségek már gyerekeket is érintik. És így gyakorlatilag egy vályokból épült épületekről beszélünk, náttetővel, tehát ez egy abszolút egyedi klímát biztosít, más bent a páratartalom, a levegő, tehát így nyugodt szíve ajánlható azoknak is, akik akár asztmával küzdenek, vagy allergiával. És a családbarát szó, ígérem, ma már maximum csak egyszer mondom ki. A programok sokszínűsége tényleg lehetőséget ad arra, hogy a szülő addig a csendes wellnessben pihengessen, amíg a gyerkőc nagyon jó és hasznos fejlesztő foglalkozásokon vehet részt. Gyerekprogramok. Nem azt kívánom, hogy az összeset sorolt fel, mert akkor lehet, hogy lemenne a napot szépen a háttérben, csak hogy a legfontosabbakat, vagy azok, amik így ilyen eszenciálisan meg kell, hogy említődjenek. Elsősorban korosztályonkénti barkács program, illetve a keresős játék, ami nagy élmény a gyerekeknek. Egyrészt maga a keresés élménye, másik pedig valamilyen színezés, matematikai feladat, párosítás, ami egy kicsit a kreativitásukat újra és újra megkamatoztathatják. Uh-huh. Illetve a tematikus heteket mondanám még, mert az is elég sok korcsoportot felölel. A kicsiknek a ringlatótól elkezdve a Helendoron, angol kurzus, sakkovi, tehát elég nagy korcsoport. Azért nem csak arról van szó, hogy lejönnek és egész nap rohangálnak kint a parkban, őrültek, mondj erre, és akkor utána vacsora és alvás, hanem hogy itt akkor intellektuális elég komolyan megpróbáljuk az idejüket beosztani, úgyhogy van választási lehetőség. Ez a játszva tanulva. Most már remélem bőven érthető, hogy a Kolping Hotel már rég nem Kolping Hotel. Ez bizony Bobó ország. Mókával, kacagással, sok játékkal, jókedvel és több generációs kikapcsolódással, pihenéssel, játszva tanulással. Bizony, valóban családbarát. Ez volt a Kolping Hotel, innen alsó Páhokról egy igazi család és gyerekbarát hotel. Kövessenek be minket az Instagramon, lájkoljanak a Facebookon, írjanak nekünk üzenetet, és találkozunk legközelebb is itt a Life Networkön, hiszen tudják, ez itt a hotel, Magyarország legszebb szállodái. Viszlát!